Hello, mindenkinek! Ismét egy új, pici, rövid videó lesz. Találtam valamit a legnagyobb magyarországi internetes webáruházban, ahol a fogkefétől a fűnyíróig mindent árulnak, és megnézem, hogy ez a cucc végül is használható-e, milyen minőségű, úgyhogy ez következik most. Ez az áruház nem más, mint az Emag webáruház, ami már itt ilyen regionális nagy hálózattá nőtte ki magát. Bekebelezett egyébként egy csomó kisebb webáruházat. Szinte egy kelet-európai AliExpress, ugye több gyártót és forgalmazót magában foglal, úgyhogy ha rendeltek 6 féle terméket, lehet, hogy 4 helyről érkezik meg külön csomagokban. Ez egy érdekesség az Emaggal kapcsolatosan, viszont amiket találtam, Az nem más, mint ilyen szép csomagolt talajféleségek. Többféle egyébként, majd mindjárt ide bevágom, hogy a webáruházban hol találjátok meg, milyen áron kapható, megnézzük, milyen információk vannak az egyes talajféleségekről. Itt is vagyunk, én már beraktam ide a kedvencek közé, amiket találtam. Amit látjátok, fűszernövény, szobanövény, ajzatlazítás, biostimulátor, minden van itt a szaporításhoz. Itt van a lávakő, a vulkáni lávakő. Viszont már úgy látom, hogy a Vénusz légycsapós talajkeveréket azt nem árusítják. Vannak még itt fűszernövény, kaktusz, azt hiszem még bonszáj is volt, igen, itt a vermikulit. És hogyha rámegyünk mondjuk a vermikulitra, akkor a virágfüldek mulcsok, Dr. Soil nevezetű anyag. Lehet, hogy itt majd hozni fog még egy csomó tápanyag is van, de 13 terméket ír egyébként most elérhetőnek. Agyaggranulátum, tápanyag szegénytelen. Amint látjátok, azért az áruk az ilyen 7-800 forint körül mozog ezeknek a csomagoknak. Hogyha visszamegyünk ide a kedvencekbe, ugye van amelyik olcsóbb, és ez ugye 1 literes kiszerelés általában. És végül is információ tekintetében nem sok minden van az egészről. Vannak ilyen promóképek, ajánlat. Ennyi van egyébként, hogy mi a mennyiség, mi a lejárati dátuma, hova használható granulátum. Úgyhogy nincsen sok információ róla. Itt egy pici leírás van, de ez szerintem ilyen általános dolog. Keresném a Vénusz légcsapós talajt, de nem igazán találom. Itt a citrusokhoz való, akkor az orhideákhoz a nagyobb kiszerelés. Itt a vermikulit, perlit. Aktív szén is van egyébként, az 1 liter 2700, nem olyan olcsó. De Vénusz légcsapósat már nem találok. Akkor gyorsan megmutatom így messziről, hogy milyen csomagokat rendeltem. Van egy Vénusz légcsapós keverék. Van vermikulitunk. Van lávakövünk. És van ilyen orchideás keverék, ezt kancsókáknak gondoltam megnézni, hát ha esetleg jó lesz nekik, mert elég darabosnak tűnik az egész, de hogy mi van ezekben, egyébként nekem is teljesen lutri, mert először fogom ezeket a csomagokat kinyitni. Úgyhogy essünk neki egy ollóval, nézzük meg, hogy mit is tartalmaznak ezek a csomagok.
No, akkor itt vannak a csomagjaink. Veszek elő egy régi ollót, és hoztam ilyen kis műanyag tartókat. Hát csak ilyet találtam, aminek már ki van fúrva az alja egyébként kancsóka ültetéshez. Kicsit porolni fogok, de ennyi bele fog férni. Nézzük az elsőt. Úgy gondoltam, hogy majd utoljára hagyjuk a Vénusz légycsapósat, úgyhogy ez lesz majd a legnagyobb meglepetés. Szóval kezdjük először a vermikulittal. A vermikulitról azt kell tudni, hogy egy ásványi anyag, ilyen szilikát dolog, hasonlóan, mint a perlithez, ezt is apróra összeőrölik, és hőhatására megduzzad, ezáltal ilyen lemezes szerkezet jön létre, és a lemezek között egyébként sok a pórus, és jól tudja tárolni a vizet és a levegőt. És amint látszik, kiöntöttem, nem tudom, láttátok-e, hogy eléggé porzik ez a vermikulit, és ilyen szép, ilyen fényesen csillogó anyag. Nagyon könnyű egyébként, meglepően könnyű, hasonló a perlithez, és ilyen, látszik, hogy ilyen lemezes szerkezet, és szétesik ilyen vékony, apró lemezekre. Arra kell vigyázni a vermikulittal való dolgozáskor, hogy ez az apró, finom por, ez hosszú távon szilikózist okozhat, ami egy tüdőbetegség. Úgyhogy nagyon ritkán használják egyébként nagy üzemben, de növény gyökeresztetéséhez nagyon jó, plusz adalékanyagnak, valamint a gombatermesztésben is használják. Szerintem ez eléggé jó anyag, eléggé apró, vannak benne nagyobb darabok, akár lehet is használni, bekeverni tőzeg mellé. Jó, szerintem ez nem rossz, ugye az árát azt majd meg fogjuk nézni, és akkor szépen rá is van írva, hogy vermikulit. Ha nem csillog, akkor látszik. Jó, ez volt az első anyagunk. Következő anyagunk lesz a vulkáni lávakő. Ugye ez már nehezebb anyag, ugye a vulkáni dolgok, kivéve a tufákat, azok elég nehezek. Ugye ez már darabosabb dolog. Hát egy kicsit ez is porzik, amint látszik a lukakon kijött. Ez már nagyobb darabos anyag, és a lávakőnek az a jó tulajdonsága, hogy nagyon porózus. Ezért akváriumi komolyabb vízszűrőkbe vagy tószűrőkbe szokták alkalmazni. Nem csak a felületén, hanem belül magában az agyonban is nagyon pici üregek találhatók, amiken ugye átjárhat a víz, fel is szívja, meg is tartja. Egyébként párásításnak tök jó, hogyha egy tálcába berakjátok mondjuk kancsókák alá. Teljesen semleges kémhatású, nem oldódik ki belőle veszélyes anyag, mivel vulkán eredetű. Valamint szerintem használható még ilyen mini kis hízókás mocsarakhoz, díszítésnek is akár, vagy ezekre ráültetni a hízókánkat, ugye az apró pici porózus helyekre a hízóka nagyon vékony gyökere be tud menni. Szerintem ez is aránylag tűrhető anyag, nagyon jó használható, látszik, hogy egyébként hogy vöröses meg szürkés részek is találhatók belőle. Akkor először is ugye meg kell mosni, mielőtt használjátok. Le kell róla mosni a port, mert ugye a zacskóban meg szállítás közben, hogy egymáshoz dörzsölődnek, ugye keletkezik ez a por, amit látható alul. Úgyhogy szerintem ez is aránylag jó használható. Ha nem kell nagy mennyiség, mert kevés növényetek van, akkor szerintem egy ilyen csomaggal jó pár kis hízókás tálat meg lehet oldani. Következő az orchideás csomag. Megnézzük, mi van benne. Valószínű fenyőkéreg lesz benne,
azt sejtem, mert azt mindenhol tesznek, de hogy egyébként még mi van benne, most a csomagolást nem olvastam el, hanem csak így teljesen vakon tesztelgetem. Nézzük. Még innen veszek ki. No, hát amint látható, ugye ez szárított tőzegmoha, ami tök jó. Ez ugye fenyőkéreg, most azt hirtelen nem tudjuk, hogy milyen fenyőből nyerték. Ha vörös fenyő, akkor ugye a vörös fenyőkérgének van egy olyan anyagtartalma, ami akadályozza, vagy gátolja egy picit a gyors fejlődést, lassítja a növényeket. De én úgy látom, hogy ez csak fenyőkéreg és szárított spagnum keveréke, más nem nagyon látok benne. Hát kancsókákhoz ez nem teljesen jó, szerintem, mert a fenyőkéreg nem igazán vesz fel gyorsan is sok vizet, hanem nagyon sok idő kell neki, hogy teljesen átnedvesedjen. Ellenben a szárított tőzegmoha ugye az jó erre, ha igazi tőzegmoha, mert nagyon sok mohát kevernek egyébként bele, ami mondjuk erdei moha is lehet. Hát ebből nem tudom, hogy lehet megállapítani, de hát az a lényeg, hogy ez hosszú szálas moha, hasonlít a tőzegmohára. Megnézem még itt a csomagot, ugye még vannak benne ilyen nagyobb dolgok. De jellemzően ez csak fenyőkéreg és moha. Hát ez ilyen kétesélyes dolog, hogyha hát de mit használsz belőle, csak a tőzegmohát? Hát ezt meg kiválogatod, ez nem éri meg. Szerintem. Viszont ha van otthon orchideád, akkor ezzel el tudsz boldogulni. Úgyhogy ez orchideáknak tényleg jó szerintem. A Vénusz légycsapós. Hát, amit elvileg azt írja, hogy biohumusz is van benne, ami nem tudom, hogy mit akar. De nézzük meg. Hát gondolom valami tőzegperlit keverék lesz, de hát ez csak egy ilyen, így mutatom, nem tudom, hogy látszik-e nagyon, hogy ebben perlit nincs. Kicsit olyan szürkés színe van, nem teljesen olyan, mint a tőzegé. Hát, hogy ez a biohumusz mit jelent benne? Ugye a biohumusz az lehet végülis egy komposzt anyag, ami ugye tartalmaz tápanyagokat. Most, hogyha azt keverték hozzá, akkor azzal nem járunk jól. Úgyhogy, hát nekem ez kétesélyes. Nyilván ez tök száraz anyag, egyébként nem is túl nehéz a szállítás miatt, szóval nem nedvesen kapod, úgyhogy ezt még be kell nedvesíteni. Hát itt próbálom én megnézni. Hát ilyen növénymaradványok egyébként vannak benne, mint mondjuk a tőzegben is. Ez valami kis fenyő darab, ez egy ág darab volt valamikor, de hát ez már ilyen puha, egyébként ilyen szálas. Hát más nem látok benne. Úgyhogy ha ez biohumuszos, akkor sajnos felejtős lesz, mert van benne tápanyag. Úgyhogy így alakult ez a mai teszt. Hát a vermikulit használható, de óvatosan, ugye a por miatt. Érdemes olyan helyen, például egy udvaron kiszitálni belőle a port, mondjuk egy tészta szűrővel, ahol elviheti a szél ezt a port, de ha maszkot használjátok. A lábakő az teljesen jó, az használható, akár párásítani, alárakjuk a cserépnek, és felöntjük vízzel, vagy hízókás ilyen kis beültetésekhez, esetleg még használható ausztrál kancsókákhoz is. Úgyhogy ez tök jó. Ő tényleg csak az orchideákhoz használható. Hát a Vénusz légycsapós, az szerintem felejtős lesz a biohumusz hozzáadás miatt.
ezeket a kicsi csomagokat rendeltem be. Ugye az áruk az maximum 800 forint per csomag, viszont hogyha a külföldi oldalakat nézed meg, például most így Európai Uniós szinten, hogy mennyit küldenek ilyen ragadozó növényeknek készített talajt, ami gyakorlatilag csak perlit meg tőzek keverék, legtöbbször szárazon. Ugye az is olyan 2500 és 4000 forint körül van az a 4-5 liter. Ugye ilyen árakkal kell számolni, külföldről szerintem nem érdemes, esetleg csak szárított tőzegmuhát vagy élő tőzegmuhát, hogyha tudtok kapni. Itthon egyébként van 2-3-4 olyan termesztő vagy webáruház, akitől tudtok ilyen előre kevert talajt beszerezni, és az tuti jó lesz, nem kaptok ilyen zsákba macskát, mint amit egy ilyen nagy cég kever össze, nem tudni, hogy milyen szakmai háttérrel. Úgyhogy én arra biztatlak benneteket, hogy itthonról rendeljetek. Viszont kertészetekben ti is megvehetitek a mohatőzeget és a perlitet is, otthon összekeverhetitek. Nem bonyolult munka, én mindig mondom, hogy nem bonyolult dolgokról van szó, viszont egy picit koszos dolog, nem biztos, hogy egy panel lakásban akarsz ezzel foglalkozni, ezért van ez a kész talajküldési lehetőség a webáruházaknál. Valamelyiket használjátok ki. Nyilván ugye a mennyiség is a lényeg, ha csak pár növényed van, akkor nem fogsz megvenni egy nagy zacskó tőzeget. Igaz, hogy hűvös száraz helyen eláll, de lehet, hogy nem akarod tárolni, mert nincs helyed. Erre megoldás ugye a kész talaj. Ennyi volt ez a rövid unboxing videó. Ha tetszett, lájkold a csatornát, kövess minket, hogyha van kérdésed vagy hozzászólásod a kommentbe, nyugodtan jöhet. Egyéb kérdésedet elküldheted a maron@maron.hu e-mail címre, és meg fogjuk válaszolni. Már készül a második videó, nézzétek meg az elsőt is. Az első kérdezfelelek videóban egyébként elmondom, hogy én hogy keverem be a talajt, milyen arányokkal, miket rakok bele. Az átültetéssel kapcsolatban pedig nézzétek meg a vonatkozó videót is. Köszi a figyelmet, sziasztok! Tesó, most nincs idő lustálkodni. Tudom, az a fotelben milyen jó. De közeleg az elmag Black Friday, ha érdekel, november 18. Én is felmegyek a netre, hetek óta a lelkem nincs a rendben, mert már őskövület minden cuccom, és kell valamit...